Sziasztok, itt Attila, ez pedig a GameHolom csatorna, ez milyen sorozatának újabb alanya, a Sifu. Ez egy harmadik személy nézetű hack and slash harcművészetes játék, ilyen verekedős játék. És azért vagyunk itt most, hogy ezt megnézzük, hogy ez milyen is ez a játék, milyen a gameplay-e. Szóval, na, hát üljetek hátra, fogjatok egy pohár vizet, és vágjunk is bele. Jóformán ez a rész, amit itt láthattok, ez itt az ilyen hub, az ilyen központi hely, innen tudunk össze-vissza mászkálni, elindulni küldetésekre, vinni tovább a történetet jóformán. A sztori nagyjából annyi, hogy vannak emberek, akik, hogyan fogalmazok, megölték apucit? Apucit azt hiszem, apuci volt azt hiszem. És mi bosszút szeretnénk állni. És hát itt vannak a képek jóformán különböző sztorival kapcsolatos dolgok hozzá, és ahogy nézem egyébként, még szerezni fogunk különböző plusz dolgokat. Ahogy nézem, mindegyiknél van egy kulcs, amit meg lehet majd szerezni. Feltételezem, ilyen külön elzárt helyen vannak, és akkor oda kell bejutnunk majd. Még nem indultam el egy kalandra se, a prológust, az ilyen tutorialt játszottam végig. Van fejlődési rendszer a játékban, itt pontokat oszthatunk el, és akkor úgy tudunk különböző technikákat megtanulni. És úgy működik a játék, hogyha meghalsz, ha elvernek, akkor elterik egy pár év, és idősebbként térsz vissza. És úgy folytatod a történetet. És akkor van ténylegesen game over, hogyha kifutsz az idődből, az életed idejéből. De hát úgy néz ki, idejövünk ebbe az ilyen industrial building-szerűségbe, amit már bennőtt a növényzet. Egyáltalán nem vagyok profi ebben a harcművészetes játékban, szóval ne számítsatok arra, hogy full profi módon fogok szétverni mindenkit. De legalább nem úgy néz ki, mint hogyha full kezdőként nyomatnám. Találnunk kell egy új bejáratot. Hopp, ez itt, ez olyan doboz, amit szét tudunk verni? Nem úgy tűnik. Bár nagyon olyan kitűnik. Na, hát figyeljetek, akkor adjunk nekik. Lehet választani, hogy fiúval vagy lányjal vagytok, én lányt választottam. Üdvözlet! Oké, hát ez könnyű volt. Hopp. És te is viszonylag elég egyszerűen lefeküdtél. Jó, oké, kicsit vissza kell szoknom ehhez, mert a tutorialt azt nem most játszottam ki. Az már eltelt egy kis ideje. Nem tudom, mennyire kell nézelődni viszont ahhoz, hogy találjunk dolgokat. Mármint tudjátok, ilyen nyomokat, meg hasonlókat. Mivel ez az első tényleges főküldetés. A másikban az relatív eléggé lineáris volt. A prológus. Szóval te voltál az, aki jóformán kinyírta az apucit. Te játszottad annak a szerepét. Nagyon úgy néz ki, hogy azért tudunk egy picit... Hopp, ezt a fémcsövet, ezt felvesszük. Nagyon úgy néz ki, hogy azért tudunk mászkálni más irányba is menni. Nézzétek, tudunk arra is menni. Nem tudunk erre menni, várjatok? Egy papír. School letter. Na. Luck until we fucking say so. Aha, ez egy note. Na, látjátok, és akkor így mászkával lehet találni. Ezt ki is hagyhattam volna. De akkor ezek szerint ez zárva van. Jó van. Mármint kihagyhattam volna egy ideig, mert biztos, hogy arra kell mennem. Üdvözlet! És nagyon szépen szétverve. Flawless victory. Mondanom se kell, akik szeretik az ilyen harcművészetes dolgokat, tehát mindenfélét, ami harcművészettel kapcsolatos. Én egyébként voltam harcművészet, tanultam harcművészetet. Hat vagy hét éven keresztül. Hé, ez itt alszik. Ja nem, róla beszélte, hogy drogosok, nem lesznek problémák. Ja jó van, oké. Az annak nagy esélye tetszeni fog ez a játék. Mert borzasztó harcművészetes. Tehát, hogy iszonyat jó mozdulatok vannak benne. Az, hogy mennyire realisztikus melyik mozdulat, az a harcművészeten belül is egyébként egy folyamatos kérdés. Na gyere, mutasd, mit tudsz.
Próbálom gyakorolni a védekezést. Hopp, az már nem játék, bro. Mondom, az már nem játék, te! Na, úgy. Az alsó csíkocska, amit láttok lent középen végigmenni, az az, hogy mennyire le vagyunk staggerelve. Tehát, hogyha az feltöltődik, akkor utána csinálhatnak nagy eséllyel egy olyan kivégzés, mint amit mi csináltunk. Tehát egy ilyet. Nem van, bro. Na gyere. Hopp. És amit látjátok bal oldalt felül, ott meg az életünk van. Kellett kell futnunk. Jó, legyen. Tak, 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 tak. Hoppá. Eldobtad a csövemet? Hopp, hello. Na mi lesz ebből? Ez a cső igen csak hasznos volt. Később erre van egy képesség egyébként, hogy elkapd és visszadobd. Hopp, itt van még egy meg... Hopp. Hát ez elég béna volt, bro. Ne, ez a mozdulat, ez... Szóval az ilyeneket nem szeretem. Se a harcművészetben nem szerettem. Purple Mist. Ez is egy újabb nyom. Ez a drog. Nagyon jó. Mindegy, a sztoriban nem megyünk annyira bele megmutatásképpen, hogy hogy néz ki a játék, tehát ez a célunk ezzel a résszel. Szóval ez nem tetszett így az a újabb Assassin's Creed-ekben. Wow! Hogy... Egy ütésre be tudod fejezni, hogyha földön van az ellenfél. Nem kell 20-szor megütni. Hopp, ezt kivégeztem még mielőtt. Egész jól alakul, azt kell mondjam. Kicsit oda kell figyelnem. Oké, a másik védekezést kéne használnom. Viszont ahogy nézem... Hopp, az eltalált. Nem baj. Azt a csövet léci tedd le. Köszi. Tehát kapunk vissza életet, ahogy elintézzük őket. Ez egy egész jó jelenet volt, azt kell mondjam, de szerintem erre kell menni, nem? Most azzal, hogy így visszarakta a képet rögtön ebbe a képbe, eléggé összezavarodtam. Na. Igen, jó irányba megyünk. Ez a cső úgy tűnik, ez lesz a barátunk. Ragaszkodunk hozzá. Szóval igen, az új Assassin's Creed-ekben is az zavar a leginkább, hogy nem ez a smootolt, tudjátok, hátulról elkapod, nyakon szúrod és vége, hanem ez a nagyon sok felesleges ütögetés. Hát az... Én nem ugrottam volna át a helyedben. Megmondom teljesen őszintén, bár a csővel is leütöttem volna távolról. Mindegy, itt át tudunk menni? Ja igen, itt át tudunk, jó, oké. Eddig is át tudtam volna menni, csak nézelődök. Üdvözlet, hölgyeim és uraim! Hopp, az nem tartotta vissza. Hopp. Ez kezd fájdalmas lenni. Alapvetőleg hagynom kéne lehet, hogy kivégezzenek. Hopp, ott a kivégzés. Mondani akartam, hogy lehet hagynom kéne. This is your death count. Hogy lássuk, hogy mi történik akkor, hogyha...
ha meghalsz. Na, igazából most vagyunk ott, hogy fejleszthetünk képességet. Strong sweep, fókusz. Ja igen, van ilyen fókuszolási mód, amikor így, ha sokat harcoltál, akkor tudsz így célozni, és tudsz egy ilyen komolyabb ütést bevinni. Jó, ezt fejlesztettem ki, ez a flowing claw. És nézzük, most rajzoljunk. When you rise, your death count is added to your age. Oké, okay, minden egyes halállal, amennyiszer meghaltunk eddig, annyival növekszik a korosztályunk. Korosztályunk, a korunk. Szóval most már 21. Következőnek már 23 lesz. You want some more? You want some more? Előbb hagytam, hogy kifektes, bro! Nehogy azt hitt, hogy kemény vagy. Wow! De, talán mégis kemény. Nem tudom, mi lett veled, bro, de nagyon átalakultál ilyen Super Saiyan-nel. Tudod mit? Itt van ez. Na most már azért legyen vége. Ez a csávó jól bírta. Lement a death count. Érdekes. Szóval, hogyha... Ha utána nyersz, akkor visszareszetelődik. Mert ha igen, ha visszareszetelődik, miután újraéledsz és megnyered a fightot, akkor... akkor nem öregszel olyan gyorsan, akkor alapvetőleg igazából elég egyszerűen ki lehet játszani a játékot. Egy szobor. Lehet fejleszteni. Age 21. Max age to unlock. Score needed. XP needed. Focus reserve. Még egy fókusz. Aha, az nem rossz. Ja, értem. Szóval megtalálod ezt a szobrot, és választhatsz egy jutalmat ezek közül. Hát akkor lehet, hogy nem a legjobb jutalmat választottuk, de mindegy. Oké, és akkor... Ja, itt felmászunk. Nice. Üdvözlet, hölgyem. Van egy másik is. Hopp. Au, az fájt. Próbálom használni az új képességet, de úgy látszik fegyverre nem fog menni. Még egy ugrás, nagyon jó. Nyomjad. Ja, gyorsítanunk kell. Adjál neki. Hopp. Valaki keménnyel találkoztunk. Azért vannak jó számok benne. Hopp, mi van? Hold. Ja jó, oké. Ezt értem. Mi csodát ütött. Oké, kezdjük el jobban. Nem, rossz gombot nyomtam, hogy kifejlesszem. Nem baj, nem baj, még csak 22 évesek vagyunk. Na jó van, gyere ide, ezt gyorsabban megoldjuk most. Most, hogy már tudom, mit kell nyomni. Na, mint értem. Oké, ezt mindenképp úgy kell elkerülni, ahogy a játék akarja. Azaz. És reszetelődik a kill countunk. Aha. Jó. Hát akkor most már ezt is tudjuk. Ezek itt pénzek, mind oda nézzetek. Na, szóval van egy olyanunk, egy olyan mozdulatunk, hogy csinálunk egy ilyet. Nézzetek, így eldesselünk valamilyen irányba. Ez nem működik. Nekünk mindenképp úgy kell védekezni, hogy... tehát ilyen kerülős módon. Nem a desselés, ez nem működött ellene. Ez micsoda? Bills. Aha, pénz. Jó. És akkor így szépen jóformán összerakjuk, hogy milyen csoportban dolgoznak az adott személyek, akikhez megyünk bosszút állni. Hopp.
Üdvözlet. Fogta és rálépett a izé a térdére, jól láttam. Mekkora már? Come on, speed this up. I don't want to be late for the club. Who in the fuck? És egy jó kezdéssel kezdjük, na valaki. Hopp, ez erős. Sokan vagytok. Oké, nem baj. Eléggé koncentrálok, hogy ne halljak meg itt. Hopp, mekkora átütött. Éjj! Igen, igen, meg kell tanulni. Azt nem értem még. Mi ez a permanent unlock? Ez egy érdekes dolog nekem, de tudjátok mit? Fejlesszük ki. 23. Ja, már 3 évet öregettünk csak ezen a mappon. De úgy gondoljatok bele, hogy halad az ember előre, ugye egyre jobban fog menni neki a játék. Szóval onnantól kezdve könnyebbek lesznek ezek a mappok, ha azt vesszük. Szóval ez a fémcső, ez mindig jó nekünk. Jó erősebbeket csapunk. Nem tudom, mennyire hosszú olyan a map. Teljesen végig menjünk rajta. Hú. Ez a kettő viszont keménynek néz ki. Ó, de jössz utánam! A levegőben ütögetsz ott mindent. Úgy, mint a barátod, ő már fekszik is. Na veled mi lesz? Piti, mi? Sajnálsz engem? Miért? Nyertem. Én téged sajnállak. Ez fájhatott. Az bizony fájhatott. Megvan a kulcs. Na, ez az. Ezzel most már sokkal egyszerűbben tudunk mozogni. És nézzétek, összekapcsolja a kettőt. Látjátok, a kulcs ide való nekünk. És illetve megtaláltuk a szobrot is. És növeljük a maximális életünket. Ha minden igaz, azt növeltem. Ha nem, akkor mindegy. Na, erre. Hopp, erre tovább is tudunk jutni a kulcs miatt. Szóval eddig nem tudtunk volna erre menni. Szóval nem hagyhattuk ki azt a szobát. Azt, hogy mennyire tudjuk sneakybe elintézni őket. Úgy tűnik, hogy valamennyire igen. Hát figyeljetek, srácok! Azt kell mondjam, hogy... Szerintem magáért beszél. A jelenet. Tehát még kommentelnem se kell nagyon. Mondjuk ha ennyien vannak, az kicsit nehéz. Mondjuk a harcművészetben se könnyű egyébként több ember ellen harcolni. Kettő még talán összehozod nagy nehezem. De 3 az már... Őre figyelj. Úgy. Három az már kemény. Vagy annál több. Mint ahogy most látjátok is.
Csak kiütöttek. Na nem baj, úgy érzem, hogy ennek a játéknak ez része, hogy el tudjanak ütni. Face smash. Legyen ez a weapon catch. Ez jó, ezt hiányoltam előbb is. Látjátok, hogyha rámegyek, akkor tudjuk unlockolni, meg tudjuk permanensen unlockolni. Szóval ez a fura nekem, hogy mi a permanens, tehát mi a végleges felnyitás ennek. Az a helyzet, hogyha összejön, akkor nagyon jól néz ki, hogyha összejön. Ha nem jön össze, akkor nagyon szarul néz ki. Mondom, minél többen vannak, annál nehezebb. Purple Father. Lila virág. Nem tudom, hogy merre kell mennünk, erre gondolom. Oh. Doggy Dog. Step aside. I don't want to have to hurt you. You must be joking. Ez nehéz lesz. Ó! Oh. Oké, okay. Jó, meg el tudtam intézni. Nem, ezt nem lehet védeni másképp, csak izével. Na most sokkal jobban össze tudtam hozni. Ez az. Na srácok, figyeljetek, legyen ennyi ebből a videóból. Igazából az egész Ez mi ez videósorozat, csak annyit szeretnék, hogy bemutassam, egy rövidben megnézzük, hogy milyen a játék. Írjátok le a komment szekcióba, hogy mi a véleményetek a játékról, dobjatok egy lájkot, hogyha tetszett a videó, és sziasztok!